Évek óta kíváncsian nézték a ceglédiek, mi épül a Rákóczi úton. Kiderült, társasház áll majd az egykoron cipészetnek, fotóüzletnek és méterárónak is helyet adó, lerobbant épület együttes helyén. Az építkezés véghajrájában vannak, így a beruházó beengedte stábunkat az épületbe. Több lakást is megnézhettünk, mind egyedileg kialakított. Összesen 39 lakás készült el, ebből mindösszesen három, amelyik kisebb garzonlakás jellegű, amelyek 47 négyzetméteresek, ezek másfél szobás lakások, és jellemzően 70-75 négyzetméter és a fölöttiek a lakásaink. Ezen felül pedig a harmadik szinten ilyen tetőteres, saját tetőteres úgynevezett loftlakások kerültek kialakításra, ezből 9 darab. Ezek jellemzően ilyen 120-140 négyzetméter közötti alapterületűek, 4-5 szobás, 2 fürdőszobás lakások. A három emeletes épület két részből, ha úgy tetszik, két lépcsőházból áll, külön bejárattal és lifttel. A belső udvaron a lakók közösen használhatják majd a zöldtetőt. A lakásokból pazar kilátás nyílik a belvárosra. Hering Tamás elmondta, az építészekkel arra törekedtek, hogy a társasház modern legyen, de jól illeszkedjen a belvárosi környezethez. Nagyon fontos volt az, hogy egy olyan társasház készüljön itt, ami egy komoly építészeti műremek is tud majd lenni, akár majd amire 100 év múlva úgy tudnak tekinteni, hogy ez a jelenkornak egy meghatározó építészeti stílusokat követő kortárs épülete. Nincs két egyforma lakás, és a burkolattól az ajtókon át mindent a vevő igényeihez igazítottak. A szigetelés a legkorszerűbb, a nyílászárók prémium minőségűek, így az utcáról érkező zajt teljesen kiszűrik. A társasház energiahatékonysági tanúsítványa a legmagasabb, hőszivattyúval fűtenek és hűtenek. A hőszivattyúk működéséhez szükséges áramot pedig a tetőn lévő napelemek termelik majd meg, így a hűtés-fűtés költsége rendkívül alacsony lesz. A beruházás vezetője elmondta, már csak 4 lakás vár gazdára, az első lakók pedig hamarosan beköltözhetnek. Az épület alatt található 9 üzlethelyiséget pedig a beruházás második ütemében alakítják ki.